Új ügyvezető igazgatóval várta a ma esti mérkőzést Krajován a Sepsi USK. Hadnagy Attila egyenesen a pályáról vette át Csinta Samutól a klub ügyeit, aminek az a legnagyobb érdekessége, hogy eddig játékosként Eugenia Goé keze alatt dolgozott, most meg egyből a főnöke lett a vezetőedzőnek. Váratlan és rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be a vezetőségváltást a Sepsi USK. A klubot másfél éve vezető Csinta Samuval azonnali hatállyal szerződést bontottak családi okokra hivatkozva. A helyét Hadnagy Attila vette át, akit az idény végéig játékosi szerződés is köt a klubhoz, bár idén csak szorványosan kapott lehetőséget a pályán. Úgy éreztem, hogy Hadnagy Attila az a személy, aki nagyon sokat tett le a Sepsi-Szentgyörgyi labdarúgás asztalára, és úgy éreztem, hogy ő az, aki ugyanezt a becsületet, tisztességet, hozzáadást, melléállást fogja a pályán kívül is elérni, mint amit a pályán elérte az elmúlt 30 évben, akkor ebből a Sepsi USK klubja csak nyerhet. Hadnagynak góljaival jelentős szerepe volt a Sepsi USK feljutásában az első ligába, illetve az első élvonalbeli idényben is több gólt szerzett. Az idei bajnokságban azonban 39 évesen már nemigen számított rá Eugenia Goé. A maga részéről Hadnagy most az irodában onnan folytatná, ahol a pályán abba hagyta. Az én terveim az biztos, hogy az lenne, ami a pályán is volt, mint csapatkapitánként. Szeretném ezt a csapatot is, ez más csapatom lett, ugye a pályán más volt, ez itt más lett. Össze szeretném úgy hozni és úgy összetartani, ahogy a pályán össze tudtam tartani. Olyan szép eredményeket szeretnék elérni, amit a pályán elértem. A meglepetésszerű cserében talán az is szerepet játszott, hogy idén nemigen ment a foci a háromszékieknek, és egyre csökkent a lelátókon a közönség száma is.